A Magyarországi Evangélikus Egyház idén már második alkalommal fogad önkénteseket az Amerikai Evangélikus Egyház fiatal felnőttek globális missziói programja keretében. A hétvégén Miriam Schmidt, az Amerikai és Magyarországi Evangélikus Egyház közép-európai koordinátora volt a szombathelyi gyülekezet vendége. A gyülekezet tagjai megismerkedhettek a Reményik Iskola amerikai önkéntesével, Chelsea Paulsennel is, aki egy évig dolgozik majd Szombathelyen. Az amerikai lány segíti az angol oktatást az iskolában, részt vesz az egyházközség ifjúsági munkájában, dolgozik a roma önkormányzatnál, és angol nyelvet tanít tehetséges gyerekeknek.